Vadász Kürtel tudatta a Szombathelyi Erdészeti ZRT, hogy elkészült Szakonyfaluban a korszerű vendégháza. A megye 45 hektáros állami erdőit kezelő társaság 145 millió forintot fordított saját forrásból közjóléti beruházásokra. Október végén a Szombathelyi parkerdőben avatták többek között a megújult sportpályákat, tornaligetet, tanösvényt és dugrakerékpár utat, tavasszal pedig a Jeli Arborétum látássérültek számára akadálymentesített szakaszát adják át. Célunk egyértelmű az, hogy a magyar erdőt, a magyar állami erdőt megnyissuk a közjó előtt, a magyar polgárok előtt, hogy mindenki megtalálja a szívének, testének, lelkének azt a kikapcsolás biztosító lehetőséget, ami éppen szíve, teste, lelke pihentetését fogja szolgálni. Én azt gondolom, erre mindenféle lehetőséget megadtunk. Az egykor szolgálati lakásként, majd vadászházként működő épületet kívül-belül korszerűsítették, bővítették. A mindössze 379 lakosú zsáktelepülés, Szakonyfalu a vendégház felújításától a falusi turizmus fellendülését várja. Ettől a vendégház felújítástól igazából a község azt reméli, hogy egy kicsit ugye az ide látogató vendégek majd megismerik falunkat, hírünket viszik. V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár az ünnepségen bejelentette, az Új Magyarország vidékfejlesztési program és a Darányi Ignác terv keretében újabb 13 milliárd forint támogatás áll rendelkezésre a falusi turizmus fejlesztésére. A pályázatokat postai úton a helyi líder akciócsoportokhoz kell benyújtani. Eltérő nagyságrendben áll rendelkezésre a forrás a líder akciócsoportoknál, attól függően, hogy az elmúlt esztendőkben milyen volt az érdeklődés egy-egy területre. Úgy döntött a Vidékfejlesztési Minisztérium, hogy 100 millió forintos nagyságrendre kiegészíti a forrásokat, tehát akinek 80 milliója van, ő még 20-at kap, de akinek mindössze 30 milliója, ő 70-et fog még kapni, hogy minden térségben érezhető fejlesztést, értelmes fejlesztést végre lehessen hajtani. Magánszemélyek, önkormányzatok és civil szervezetek is pályázhatnak, a támogatás közhasznú szervezetek esetében 100%-os is lehet. A maximálisan elnyerhető összeg 35 millió forint. A pályázatokat november 18-ától december 13-ig lehet benyújtani.